Trekcince a, a mai adásában egy igazi alter klasszikust fogunk elővenni a mellettem ülő Zalán Tibor költővel. Az pedig nem más, mint a Hiperkarmának az üres című száma. Üresen állok, mindennek háttal, veled álmodni könnyebb, mint egyedül ébren vagy valaki mással. Az első, az, első sor az, az, az kétféle meghatározást tartalmaz. Üresen állok, mindennek háttal. És borzalmasan nehéz ezt elképzelni, hogy az ürességnek nincsenek irányai, a háttal viszont egyfajta irány a minden felé, a mindennek sincsenek irányai. Ez egy megfoghatatlan kép, de csak érzelmileg tudok közeledni hozzá. Egy teljesen kérült ember, aki, aki, a világnak, az életnek, saját magának, mindennek hátat fordít, nem feltétlenül olyan, olyan ö, ö feldobos, vidító indítás. Igen, ez az egyik legszomorúbb dal, amit életemben írtam. Ez szerelmi csalódás lette. Nagyon sokáig nem is tudtam elénekelni a Hiperkarma koncertjein, éveknek kellett eltelnie, mire bekerült a műsorba, mert elég érzékenyen érintett ez a téma. Az üresen állok mindennek háttara számomra azt jelenti, hogy teljesen be vagyok gubózva, és érintetetlen vagyok. Szomorú időszak volt. Úgy folytatja, ugye, hogy veled álmodni könnyebb, mint egyedül ébren, vagy valaki más, itt három állítás van, veled álmodni könnyebb, igen, az álom az, az, mindig felszabadít, még az ürességből is, a mindennek háttal valóságból is, mint egyedül ébren, az egyedüliség itt megjelenik az üresen álló embernek a mint létformája. A valaki mással az azt jelenti, hogy nem tud kapcsolatot teremteni, nem akar kapcsolatot teremteni, hogy nincs a kapcsolat teremtésnek jelentősége az életében. Én nekem a az elsősorban, ahogy ez így a szövegben tagolva van, ez az üresen állok, ez már magában egy ilyen elég erős állítás, és utána még egyet így rátesz, ez, hogy mindennek háttal, ez egy olyan fokozás, amire ott már így nem, vagy így nem számítana erre az ember. Én. Utána az, hogy, hogy közben ezt át tereli erre a másik személyre, hogy igazából valahol ő az oka ennek, hogy én nekem üresen kell állnom, és hogy mindennek háttal vagyok, az, az így nagyon szépen érezteti a súlyosságát annak, hogy ezt a másik embert ő mennyire szereti, vagy szeretné, ugye, inkább. Ez egy olyan kapcsolat volt, ami világ működhetett volna, úgy értem, hogy nagyon hosszú távon. Tehát egy olyan, ő az igazi érzés volt bennem, és tudom, hogy ő benne is. És ettől vált még szomorúbbá ez a dolog, hogy hiába próbálkoztam, nem klapolt mégsem. Körülbelül száz dalszöveget írtam a hiperkarmának, és ebből négy-öt olyan van, ami versként is értelmezhető. Tehát, hogyha kiúzza az ember alól a zenei kísérletet, és elszavarja, akkor versként is működik. Az üres szöveg ez azok közé tartozik. Megfejtesz mindenkit, jó fej vagy, mégsem vagy jól, tátongó ember, veled álmodni könnyebb, mint egyedül ébren, vagy valaki mással jobb lesz. Itt ugye a második személy megjelenik, hogy megfejtesz mindenkit. Ezt én nem tudtam megfejteni, hogy mit jelent. Ez azt jelenti, hogy egy olyan hölgyről volt szó, aki rendkívül szép volt, és mind a nagyon okos is. Mondhatni, ilyen röngellátása volt. Egyből be tudta azonosítani egy emberről, hogy kicsoda. A tátongó ember viszont nagyon jó, mert nem tátogó emberről van szó, aki tátok, hanem tátongó. A tátongót mélységre szoktuk használni, a sebre szoktuk Meg az üres sz... sz... Igen, igen. Az az a tátongó fugalmi. ember ugye a, a, valami, valami, valami mély szakadás van, ö, beszakadás van a, a, másik emberben is. Uh -huh. Ez az igen, ez a, ez a szép benne szerintem, hogy, az egyik az az, az az üresen álló, és hogy itt megértjük ezt a lelki közösséget, amiben, amiben ez a két ember van. Tátongó ember, az egy régi Zöldpardonos emlék, a Zöldpardon nevű szórakozó helyen Mászkáltunk, és szólt a zeneközbe, és egy barátom mondta nekem, hogy nézd ezt a sok tántorgó embert. És én tisztán hallottam, hogy azt mondja, hogy nézd ezt a sok tátongó embert. Azt szokták mondani az ürességre, hogy ugye tátongó üresség. És így ez a tátongó szó, ez pont passzolt a dalnak a címéhez, meg az egész dalszöveghez. És az benne a szép, hogy ezt én is utólag vettem csak észre, és hát azt mondtam magamnak, hogy jó, jól sikerült, jól összejött. És a jobb lesz az itt? Uh... Ez itt egy bedobott, bedobott uh, rész, én igaz, nem igazán tudom kötni se előre, se hátra. Itt uh, már bekerül a képbe egy eddig nem megszólaló szereplő is, az én bennem levő egyik hang vigasztal engem, hogy jobb lesz, ezt is kijevered, túl leszel rajta. Ma álmodban jöttem a hitetben hinni, és soha semmit nem képzeltem, mindig is tudtam, hogy mikor, miből, mennyi. Na ez a mélypontja a szövegnek, szóval ez a mélypontja a szövegnek. Itt, itt elmegy a, a, szerző valami gicses euh, figuratimológika felé, először is álmodban jöttem a hitedben hinni. Hát ez akkor a marhaság. Mi az, hogy hitedben hinni? Az egész szerelem, ahogy így elkezdődött, ez egy teljesen álomszerű élmény volt. A legjobb értelemben véve vett köd vett körül bennünket. Mind a ketten nagyon nyitottan álltunk egymáshoz, és próbáltunk hát, hogy egymás hitében hinni. De közbeszólt az akkoriban nagyban kibontakozó drogfüggőségem, és hát ez szülte az első vitákat, és így keletkeztek a drog miatt az első repedések a kapcsolatunkban. De akkor még úgy voltam vele, hogy tudom, hogy miből mennyi. Ura vagyok a helyzetnek. Én soha semmit sem képzeltem, mindig is tudtam, mikor, miből menny, hogy mikor, miből mennyi. Hát annyira általános ez a hitetben hinni után, szóval itt, itt elveszíti a szöveg fölötti uralmát a, a szerző. Amivel egy kicsit megmenteném ezt, amit te mondasz, hogy nekem abban van megint, tehát, hogy van megint egy ilyen szép kettősség abban, hogy itt ugye az erős állítás az az, hogy veled álmodni könnyebb, mint egyedül egyedülében vagy valaki mással, és hogy ebben is van egy ilyen kölcsönösség, hogy én ma a te álmodban jöttem a hitetben hinni, tehát hogy ez mintha így feltételezné azt, hogy a, ezt akár a másik ember is mondhatná neki. És nekem végig egy kicsit ilyen érzésem van a szövegtől, mint hogyha azt akarná így sugalni, hogy ez a két ember valójában mint hogyha ugyanaz lenne, vagy hogy a lényegük egy lenne, és mintha ezt mind a ketten mondhatnák egymásnak, úgyhogy közben mégsem tudnak uh, találkozni félúton és uh, együtt lenni, vagy... Igen, lenni. előre mondtad azt, amit én szerettem volna mondani, hogy ebben a, ebben a szövegben nem, meg, nem megállapítható, hogy ki beszél kinek és ki kicsoda. Elképzelhető, hogy a szerzői, az egyes szem a első személy és a második személy az ugyanaz álmodban jöttem a hitetben hinni, és soha semmit nem képzeltem, mindig is tudtam, hogy mikor miből mennyi, de egy mosolyba bújva még most is az arcodra fagyni. Ez gyönyörű, ez gyönyörű oxymoron. Szóval a mosoly és a fagyás, lefagyás, megfagyás, ráfagyás az, 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 az összeférhetetlen tartalmilag, és ez nagyon szép. Az arcodra fagynik, majd lesz még a váladon ülés is ebben a versben. Olyan szép, szép, finom dolgok is vannak benne az általánoság mellett. Ezért például én ezt a két sort költészetnek gondolom, és meg is venném, hogyha eladná a Robi. Hát az embernek szokott az arcára fagyni a mosoly, ez egy, ez egy kifejezés. De én arra értettem, hogy ennek a lánynak gyönyörű szép mosolya volt. És olyan jó volt ránézni, amikor mosolygott. És a, a, az eredeti szövegben úgy volt, hogy a, még most is az arcodra fagynék, gyönyörűség. Ott volt még benne ez a, ez a szó, ez egy gyönyörűség, de aztán kivettem belőle. Veled álmodni könnyebb, mint egyedül lébrám, vagy valaki mással jobb lesz. Ha igazán élnél, én a váladról nézném végig, ahogy élek valaki mással. Itt van egy fontos szünet a szövegben, ezt direkt tettem bele. Én a vállalatról nézném végig, ahogy élek. És utána jön csak a valaki mással, mert hogy, hogy az, az a szünet nekem, az így mikor írtam, az azt jelképezte, hogy vállalatról nézném végig, ahogy élek, de ahogy ez nem fog menni. Ez gyönyörű. Gyönyörű, csak nem tudni, hogy ki áll kinek a vállán ki. Szóval Elképesztően, el ha igazán élnél, én a vállalatról nézném végig, ahogy élek. A, a bizonytalanságok. Ha igazán élnél, tehát ha nem élsz, elképzellek, de van egy vállad, és onnan nézném végig, ahogy élek, a válladról, nézném magamat. Most magamat nézem magamról, vagy rólad nézem magamat. Elképesztően szép. A költészetben az a szép, hogy hogy nem tudom megmagyarázni, csak átjön és rajtam, érzel, igen, igen, átjön rajtam megakadnak át. bennem a lényeges dolgok, és tovább építem a sorsomat. Értem a képet, de nem tudnám megmagyarázni. Ha igazán élnél, ez, ez a sor nekem arról szól, amikor megírtam, és most is, hogy a kapcsolatunk olyan volt, hogy nagyon szépen indult, de aztán ez 2000-ben volt, a Hiperkarma első a, a megírása, felvétele, Szóval egy eléggé forrongó időszak volt, és már akkor lehetett látni, hogy, hogy az én utam ez, ez, nem egy olyan egyszerű út lesz, hogy most szerelmes leszek, együtt leszünk, aztán eljegyzem, aztán feleségül veszem, családot alapítunk, hanem az én utam valami egészen máshova fog vezetni. Tehát én igazán meg fogom élni az életnek a magasságait, meg a mélységeit. Ő pedig inkább egy, egy ilyen otthon ülők típus volt, egy, egy nyugodtabb ember, aki, a, aki teljesen másra vágyott, és nem vágyott arra, hogy nagy mélységeket, meg magasságokat éljen meg, hanem egy szép, boldog életet szeretett volna élni, amit teljesen meg Én a válladról nézném végig, ahogy élek valaki mással egyedül ébren hogy ennek az egész ilyen látomásnak, amit nem is tudunk megmagyarázni, annak rögtön jön egy ilyen ellenpontja. Szépen hogy közben kibontja. Visszakanyarodunk oda, ami a legelején volt, hogy amúgy én egyedül vagyok ébren. Szépen kibontja, igen. Igen. Egyedül ébren, mindennek háttal, semmit se szól, veled álmodni könnyebb, mint egyedül ébren, mindennek háttal. Nem azt mondja, hogy veled álmodni, ja, vele álmodni gege, gege, hanem könnyed. vele. Tehát van egy veled álmodni, van -e még egy veled álmodni, és van egy harmadik, a vele álmodni, és meg egy harmadik személyű, ő, semmit se szól, személy. Vele álmodni könnyen, mint egyedül ébre mindennek hátad. Itt, itt szinte azt érzem, hogy a, a, a beszélő, vagy az éneklő, vagy a szövegmondó, az kilép az, az első ényéből, az üresen állokból, és, és egy harmadik személyként szól, vagy egy harmadik személynek szól, vagy, vagy, vagy szóval valami olyan személy cseré zavarok állnak be, amik nekem tetszenek. Amik nekem tetszenek, a nagyon finom elmozdulások ezek, amik nem feltétlenül jönnek le a színpadról, de, hogyha a szöveget olvassuk, és hogy erről beszéltünk a, a beszélgetésünk előtt, hogy nekünk olvasva teljesen más a szöveg, mint amikor halljuk zenével, vagy amikor teének vizek fent a színpadon. És versként ez, ez nagyon érdekes elmozdulás, ezek a finom elmozdulások teszik igazán értékes ezt a szöveget. Még annyit elmondanék, szerintem a dalszövegkönyvbe ez nem került bele. De hogy vége van ennek a dalnak, semmit se szól vele elmondni könnyen, mint egyedül ébren, mindennek háttal, és utána elkezdődik egy hosszú gitárszóló, ami leúszik, és egy figyelmesen hallgatja a kedves hallgató a dalt. akkor a leúszásban még egy utolsó mondat oda került, amit direkt nem tettem a dalszövegkönyvbe. Igen, a fonákon lenni mindig, mindennek háttal. Ezt már akkor is éreztem, hogy ez durva, hiszen ezzel gyakorlatilag egy, egy, egy egész életre szóló magányra ítéltettem magamat ezáltal ez a szöveg által, és ezt azért is nem tettem be a dalszöveg könyvbe se, és ne, nem, nem, nem éreztem úgy, hogy, hogy, hogy ezt így el tudnám fogadni, hogy nekem egyedül kelljen leélnem az életemet. És hát eltelt 24 év, és most már lassan elfogadtam a sorsomat. Egy biztos, hogy az értelmezés a sokféleség, ez a poliszémia, amit a szöveg tartalmaz, ezek a meghatározatlanságok, meghatározhatatlanságok teszik igazán líraivá költévé ezt a. És a fájdalmasan szép ezt, ezt a dumát. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és ti is kerestétek velünk az ehhez hasonló költészeti megoldásokat.